Ha nyár, akkor strandkézilabda. E heti adásunkban összefoglaljuk a Balaton akaratjai kvalifikációs forduló történéseit. Betekinthetnek a strandkézilabda hétvégéken dolgozó önkéntesek életébe, valamint megismerhetik az EHF egyik játékvezetőjét, Szedmák Mártont. A Nemzeti Strandkézilabda Bajnokság mezőnye idén először látogatta meg a magyar tengert. A kvalifikációs sorozat negyedik állomásán, Balatonakaratján mérkőztek meg a csapatok. A nők bronz csatájában a kékben szereplő Salgó-Tarjáni strandépítő Girls és a fehérmezben játszó Szent István Ese Farkasvár Lupalék csapott össze. Salgó-Tarjáni szempontból indult jobban a találkozó. A remek kezdésnek köszönhetően a strandépítő Girls 3 perc játékot követően 7-2-es előnyre tett szert. A jó kapus teljesítmény sem könnyítette meg a Farkasvár dolgát, így Zsikla Grétáék a szett felénél 12-6-ra vezettek. Jónás Judit időkérése után azonban megérkezett a lendület a budakalásziak játékába, Décsei Dorina védésével és Cifrik Virág góljával zárkózni tudott a Farkasvár Lupalék, a végén az esélyesebb Salgó-Tarján azonban egy fokozattal feljebb kapcsolt, és 20-16-ra megnyerte az első játszmát. A fordulás után jóval szervezettebb játékot mutattak a fehérmezesek, főként Ugrai Dalma góljaival tartották a lépést, majd Décsei Krisztina remek játéka miatt 5 perc után 11-10-re vezettek. Majd tovább növelték az előnyt, ami 19-16-os szettgyőzelmet és szétlövést jelentett. Idegekkel ezúttal pedig a Salgó-Tarján bírta jobban, hiszen a Lupaléknél Cifrik Virág, Décsei Krisztina és Fóris Krisztina is hibázott, míg a túloldalon csupán Zsikla Gréta rontott, így a végén Gyetvai Klaudia egy pontosával a Salgó-Tarjáni strandépítőkből szerezte meg a bronzérmet. A Lupán szerintem elég jól sikerült szerepelnünk, hiszen benne voltunk az első négyben, és itt nagyon fontos pontokat tudtunk így szerezni. Sajnos a második fél időre szerintem kicsit elfáradtunk így fejben, de a szétlövésre össze tudtuk magunkat szedni, és így sikerült behúznunk. A fináléban a kékben pályára lépő Eon Ladybugs és a rózsaszín mezes OVB Beach Girls mérkőzött meg. Nehezen indult a meccs az OVB számára, hiszen előbb Zentai Dorottya, majd Sütő Sára is betalált, így Hajdú Tamásnak másfél perc után időt kellett kérnie, amit Lomász Brigitta és csapata első gólja követett. De a játékban nem javult a csapat, és Osik Júlia védésével, valamint Zentai Dorottya remeklésével 6 perc után 11-5-re vezetett a Ladybugs. Később ugyan zárkózni tudott az OVB, de fordítani nem, Sós Zoltánék pedig 14-11-re húzták be a szettet. A második játszma mindkét oldalon rengeteg hibával indult, ezeken pedig az OVB Beach Girls tudott hamarabb túllendülni, és bár 2,5 percnél csupán 2-0-ra, 5 percnél már 10-4-re vezettek. A Ladybugsnak pedig nem volt ellenszere Gyurcsányi Mónika lövései ellen, végül 20-12-re nyerte meg az OVB Beach Girls a második szettet. A bronzmeccs után tehát ezen a találkozón is szétlövések döntöttek. A harmadik sorozatban jött az első hiba, Lovász Brigitta dobta hátra Berkesi Dórának a labdát, hogy majd indíthassa őt, de a nap miatt nem látott semmit a kapus, így oda lett a lehetőség. Egy körrel később a túloldalon Sütő Sára is rontott, így az utolsó körnek egyenlő esélyekkel vágtak neki a felek. De ez egészen az első lövésig volt így, hiszen Andrássy Brigitta kivédte Tóth Eszter próbálkozását, aztán Zentai Dorottya pedig bedobta az egypontost, így Balaton akaratján az Eon Ladybugs nyerte a nőknél a kvalifikációs fordulót. Abszolút kiélezett volt az első fél időben, mi játszottunk jól, a második fél időben a Beach Girls játszott jól, és mind a két fél időben a másik csapat partner volt ahhoz, hogy a másik jól játszon, tehát itt nagyon rosszul játszottunk a második fél időben, ők viszont az első fél időben játszottak rosszul, nagyon pontatlanul kezdtek, ezt mi szerencsére kihasználtuk, így el sikerült hozni az első szettet, itt a szétlövésben pedig hát szerencsénk volt. A férfiak bronzmérkőzésén a zöldben szereplő pénzügyőr Ese Green Cobras és a pirosban homokra lépő Kávéese Pureko találkozott egymással. Kiegyenlítetten indult a mérkőzés, 2,5 percet követően 6-6-ot mutatott az eredményjelző. Ezután Földi Gábor védéseivel a szett felénél 4 pontos előnyben volt a pénzügyőr. Ezt követően a győrieknél Zsoldos Gergő,
a KVS-nél pedig Boros Balázs volt a legaktívabb. A piros mezesek a hajrában visszajöttek a meccsbe, sőt vezettek is, végül aranygól döntött a szett sorsáról. A feldobás után a Pénzügyőr szerezte meg a labdát, Zsoldos Gergő pedig a kapuba talált, így 19-18-ra a győriek nyerték az első játszmát. A második szett még ennél is szorosabbra sikeredett, két pontnál nem volt nagyobb különbség egyszer sem a csapatok között. A Green Cobrasnál Kovács Bence mellett Zsoldos Gergő volt ezúttal is aktív, a KVS-nél pedig Boros Balázs és Puskás Milán szórták a gólokat. A vége ezúttal is a Pénzügyőrnek jött ki jobban, 24-22-re nyertek, így éremmel távozhattak Balaton akaratjáról. Az első szettet így játszott, a másodikat úgy, aki benne van ebben a sportágban, azt tudja. Így alakult. Könnyen lehet, hogy jövő héten Bogláron, két hétben a Salgótarjában nem így fog alakulni. Pillanatnyi forma. Nem volt egyszerű, ezért kiemelni az ellenfélnek a kvalitásait is. Szerintem egy bronzmérkőzéshez illő volt. A nagy játék majd ott lesz a döntőn, de szerintem ez is élvezhető volt. Ahogy Zsoldos Gergő fogalmazott, a nagy játék pedig érkezett is a döntőn, amit a szürkemezes Beach Stars és a kékfehérben szereplő salgótarjáni strandépítők biztosított. Nagyon feszült hangulatban indult a mérkőzés, Manazia Felicián és Istvanovszki Dániel is több bravúrt tudott bemutatni. A harmadik percben 6-6-os állásnál kezdett el fáradni a strandépítők, így két perccel később már 12-6 volt a Beach Starsnak. A salgótarjániakon az sem segített, hogy Istvanovszki Dániel továbbra is kirobbanó formában védett, így Minárovics Gáborék 22-14-es magabiztos sikert arattak az első játszmában. A folytatásban összeszedte magát a salgótarján, olyannyira, hogy a második szett felénél 14-11-re ők álltak jobban. Azonban egy elrontott egész pályás próbálkozás után Tóth Benedekék fordítani tudtak, 3 perccel a vége előtt 19-18 volt a Beach Starsnak. A nógrádiak számára még volt visszaút, és bár az utolsó 40 másodpercre 21-20-as Beach Stars előnnyel vágtak neki a csapatok, Dénes Máté bedobta a két pontost, Tóth Benedek azonban csak a kapufát találta el, így 22-21-re a strandépítők nyerte a szettet, tehát a férfiak döntője sem dőlt el két játszmában. A szétlövések során az első hiba Szalai Zalántól érkezett, de egy körrel később Tóth Axel is rontott, így egyenlő állásnál jöhetett a harmadik sorozat. Ekkor salgótarjáni részről Nagy Tamás próbálkozhatott volna, de Fazekas Ákos el tudta ütni előle az érkező labdát, így előnybe került a Beach Stars. A strandépítők sorsát pedig Istvanovszki Dániel pecsételte meg, aki kivédte Dénes Máté lövését, így Balaton akaratján immár harmadik éve nem talál legyőzőre a Beach Stars BHC. Azért jöttünk ide, hogy megtartsuk ezt a címet, mert harmadik éve nyerjük meg ezt a tornát. Örülök, hogy a csapat bebizonyította azt, hogy képes bárhol, bármikor nyerni, és itt a végén a szép lövésbe úgy gondolom, hogy a kapusaink hozzátették azt a pici pluszt, amivel meg tudtuk nyerni a döntőt. Nem lenne igazságos csak a kapus teljesítményt kiemelni, mert szerintem az egész csapat fantasztikusan teljesített az egész hétvége során, és a szétlövésnek, hát az mindig útja, ahogy szokták mondani, fociban is, meg bárhol szokták mondani, mi voltunk higgadtabbak, nekünk kijött minden most. A sportesemények rendszeres résztvevői, a mindig és mindenben segítkező önkéntesek. A tapasztaltabbak már rengeteg sportág kulisszái mögé tekinthettek be, a strand kézilabda fordulók hétvégéjén pedig a jegyzőkönyvek írásában is segítenek. Közel 3 éve kezdtem el az önkénteskedést, és a legnagyobb események közül, amit meg szeretnék említeni, az a vízilabda Európa-bajnokság, a kézilabda Final Four az idei évben, illetve a tavalyi évben, illetve a férfi kézilabda EB januárban. Nekem ez az első strandkézi élményem, így önkéntesként. Én már 30 éve kézilabdázom, strandkézilabdát 4-5 éve játszok, de csak amatőr szinten a strandkézit. Úgyhogy nekem ez egy nagy élmény, mert végre megtapasztalhatom a másik oldalát is a történetnek. Azért szeretem, mert teljesen különbözik a terem kézilabdától, ugye ez egy inkább nyári sport, és amit látjátok, szabad ég alatt vagyunk, tök jó a környék, nagyon oldott a hangulat, és mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy vállaljon önkéntes munkát, mert nagyon izgalmas, lehet barátokat szerezni, kapcsolatokat ápolni. A
Hozzánk önkéntesnek a sportonként.hu oldalon fognak tudni jelentkezni. Egy profil kitöltése után minden egyes eseményre külön fognak tudni jelentkezni. Hogyha most felmennek az oldalra, akkor a strandkézi fordulóknak az utolsó két fordulója, az utolsó két hétvégéje lesz fönt, illetve a Ferencvárosnak a labdarúgó mérkőzései, illetve a Balaton átevezés, ami most terítéken van. Nem csak a vezetőedzők, de a játékvezetők között is akad olyan, aki játékosként kezdte a karrierjét. A strandkézilabda hétvégék egyik állandó résztvevője, Szedmák Márton is hasonló utat járt be, és ha jobban megvizsgáljuk a családi hagyományokat, valójában nem is volt kérdés, hogy ebben a sportágban szeretne majd kiteljesedni. Én is játszottam, de bevallom, nem voltam ügyes játékos. Hosszú éveken keresztül próbálkoztam, de aztán végül úgy döntöttem, mivel családi hagyomány is nálunk a játékvezetés, hogy inkább azzal próbálkozok. A nagybátyám is játékvezető, édesanyám is letette a vizsgát, de már nem vezet, és hát nagyapám edző volt, meg szüleim is játszottak mind a ketten, szóval így beleszülettem a kézilabdázásba. Nagyapám Gödöllőn volt edző, indította el igazából körülbelül Gödöllőn a kézilabdázást. Nagybátyám jelenleg is játékvezető, teremkézilabdában NB1-ben fúj, az édesanyám hát ilyen megyei szinten vezetett csak. A 24 éves játékvezető a napokban államvizsgázott, történelem angol szakon végzett, emellett pedig biciklis futárként is dolgozik, de ez sem gátolja meg abban, hogy elég időt tudjon szánni a kézilabdára, ami nem csak a hétvégi bíráskodásból áll. Elég sok időt elvisz a játékvezetés, nem is konkrétan csak a meccsek, hanem mérkőzésekre készülni, fizikailag felkészülni, ugye elméleti szinten szabályismeretet szinten tartani folyamatosan, illetve mérkőzések után saját meccseket kielemezni. Marcinak EHF játékvezetői képesítése van. Ennek köszönhetően nemzetközi eseményeken is rendszeresen részt vesz. Mind a mellett, hogy teremben is és nyáron strandon is elmegy a szinte az összes hétvégém a kézilabdázásra, még vannak ilyen hosszabb, nagyobb hangvételű események, amik akár 1-2-3 hétig is tarthatnak nyáron. Egy ilyen eseményhez kapcsolódik az eddigi legnagyobb élménye, a tavalyi U17-es Európa-bajnokság, ahol társával a bronzmérkőzésen fújhatták a sípot. Ukrajna játszott Svédország ellen. Nagyon jó meccs volt, nagyon magas színvonalú játék, és tiszta volt minden. Játékvezetői szempontból is egy élvezhető mérkőzés volt. Mind a terem, mind a strandkézilabdát szívügyének tekinti, így nehezen tudott a kettő között választani. Fú, hát ez olyan kérdés, mint hogyha egy szülőtől azt kérdeznéd, hogy melyik a kedvenc gyereke, de talán a teremkézilabda, megmondom őszintén, abban hosszabb távon látok potenciált. A strandkézi igazából élmény, hobbi, de a teremkézilabda az, ami az igazi szerelmet meghozta nekem ehhez a sportághoz. Fiatalkora ellenére már jó néhány versenyen fújhatta a sípot, álmai ne továbbja pedig az lenne, ha egyszer az ötkarikás játékokon bíráskodhatna. Jelenlegi társammal, amikor először találkoztunk és megbeszéltük, hogy mik a céljaink, akkor azt beszéltük meg, hogy szeretnénk olimpiára eljutni. Ez egy álom, nagyon jó lenne, nagyon örülnék neki, de ez nem csak rajta múlik, lehetőségeim szerint megteszek mindent. A férfiaknál a három biztos országos döntő résztvevő mögött a Lupa Lég továbbra is negyedik, a Salgótarjáni strandépítők pedig 6 helyet javítva az 5. pozícióba jött fel. A nőknél a magyar kupa érmesek mögött a Farkasvár Lupa Lég megtartotta a negyedik helyét, őket az E.ON Ladybugs és a Bajos Csajok követi a tabellán. A Nemzeti Strandkézilabda Bajnokság mezőnye legközelebb ezen a hétvégén csap össze Balatonbogláron. Már csak ott, illetve egy héttel később Salgótarjánban nyílik esély a csapatok számára, hogy kvalifikálják magukat a Vonyarcos hegyi országos döntőbe.